Sziasztok, Lilla vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon és egy újabb videóban. Mostanában nagyon sok időt töltöttem naplóírással, és így a gondolataim kifejezésével. Gondolom észrevettétek, hogy annyira nem volt idén még rendszeresen videó. Szóval, nemrég kezdődött az év, meg nagyon sokat vlogoltam decemberbe, és gondoltam így, picit kiégtem talán egy cseppet, de nem akarok csak így random eltűnni egy pár hétre, vagy akár pár hónapra, úgyhogy mindenképpen szeretném ezt a videót felvenni, hogy megosztom a gondolataimat, hogy jelenleg hogy állok így ezzel a csatornával, meg így a YouTube-bal. A gondolat, hogy ezt a videót felvegyem, egyik nap egy meditáció közben jött, nagyon jót meditáltam, és mint mondtam, ugye nem csak a naplózással töltöttem nagyon sok időt mostanában, hanem az ilyen spirituális dolgokkal is, szóval nagyon sok spirituális tartalmat néztem, illetve így magamba fordultam, úgymond nem rossz értelemben tényleg, hanem így tényleg így reflektáltam így az elmúlt évemre, meg így a céljaimra, terveimre, hogy miket szeretnék idén elérni. Ez a gondolatmenet, ez egy apróságból indult. Abból indult, hogy rájöttem, hogy mennyi olyan kaja van, most ez nagyon nevetségesen hangzik, mennyi olyan kaja van, amit régen utáltam, és most meg imádok. Például az olívabogyó, a gomba, meg ilyesmi. Ez most tényleg nagyon nevetségesen hangzik szerintem. Főleg így videóba kimondva először hangosan, mert eddig csak leírogattam ezeket, mindegy. Az emberek változnak, és ezek az apróságok kiterjednek nyilván az ilyen nagyobb döntésekre, nagyobb dolgokra is, és úgy összességében azt vettem magamon észre, hogy az utóbbi időben nagyon sokat változtam, nem is tudom, nem a személyiségem, hanem így a dolgok, amik vonzanak, amiket szeretek csinálni szabadidőmben. Azt akarom elérni, hogy így a dolgok, amiket csinálok, azokat mind szenvedéllyel csináljam. Viszont a videózás, az a fajta videózás, amit most csinálok, vagy hát amit az elmúlt években csináltam, valahogy már nem adja azt az érzést, amit így eddig adott. És van egy gondolat, vagy hát már már egy pár éve gondolkoztam valamin, amit most még nem fogok elmondani, hogy min. Szóval van egy dolog, ami már így nagyon motoszkált a fejembe egy jó pár éve, és most végre meg fogom csinálni, el fogom kezdeni. Majd, hogyha eljött az ideje, akkor majd megosztom veletek. Most leszögezném, hogy én nem abba hagyni akarom a videózást, meg ezt a csatornát, csak olyan jellegű tartalmakat szeretnék csinálni, amik így tényleg jó érzéssel töltenek el, és tényleg szívből csinálom, és nem csak a számok miatt, mert nem tudom, ezek így nem teljesítenek így a mindennapokban, és nem érzem azt, hogy így ez az, amit így hosszú távon csinálni akarnék, meg azt, hogy ilyen kényszerből veszem fel a kamerát, hogy napi vlog, blablabla, ugyanazokat csinálom igazából, azok így annyira nem. Azok a témák, amik engem érdekelnek, azokra így annyira nem nyitottak az emberek, szóval. Még el is akarom teljesen engedni a számokat, de nem tudom teljesen elengedni, nyilván kevesebb megtekintés van az ilyen spirituális tartalmakon, pedig azok igazán azok, amiket szívesen csinálok, és amiknek szerintem értelme van. Most persze néha tök jó egy ilyen az a kis vlogot csinálni, egy napi vlogot, vagy egy heti vlogot, akkor sem adja már azt az élvezetet, mint amit mondjuk régebben adott. Szóval, most egy darabig, nem is így fogalmazok, hogy egy darabig, most egy picit úgy fogok ehhez a csatornához hozzáállni, hogy amikor jön az ihlet, akkor videózni fogok. Például holnap lesz egy tök jó kis pesti kiruccanásom megint, valószínű, hogy vlogolni fogok, viszont lehet, hogy egy picit így másféleképpen szeretném megközelíteni, és tényleg így értéket szeretnék átadni, megközvetíteni így a csatornám, a videóimmal. Igen, ez a célom most, csak ezt mindenképpen egy videóban leszerettem volna szögezni, hogy ne is kapjak nagyon kérdéseket, hogy mikor lesz videó, mert nem tudom megmondani, amikor én az ihlet lesz. Lehet, hogy lesz olyan, hogy egy héten mondjuk 3 videó lesz, vagy minden nap van motivációm, vagy nem tudom. Lesz olyan, amikor lehet, hogy egy hónapban csak egyszer, nem tudom. Szóval, hogy nyilván kell az, hogy ilyen rendszer legyen a dologba, de most úgy érzem, hogy a mentális egészségem és a spirituális fejlődésemet szeretném előtérbe helyezni, és ahhoz, hogy ezt megtehessem, ahhoz most egy picit ebből vissza kell vennem, és kicsit koncentrálni szeretnék másabb jellegű dolgokra. Úgyhogy igen, én nagyon jól érzem magam ezzel a döntéssel kapcsolatban, most ilyen elég komoly dolognak állítottam, meg ahhoz képest, hogy abból a gondolatból indult az egész, hogy megszerettem az olívabogyót, meg a gombát, meg ezeken. Érdekes, érdekes. De nem, de tényleg néha tök jó, hogyha így visszatekintünk a régi énünkre, a mostanira, és észreveszünk, hogy mennyit változtunk. Én jelen esetben úgy érzem, hogy mennyit fejlődtem például, és
ez tök jó látni, és szerintem ez tök fontos, hogy az ember ne stagnáljon. Mert én nagyon sokáig éreztem amúgy, hogy stagnálok, és így nem történik semmi, és néha ki kell lépni a komfortzónánkból, és én azzal a kis új projekttel, amit fogok most majd csinálni, azzal nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ki fogok lépni a komfortzónámból, és végre egy olyan dolgot fogok csinálni, ami már az utóbbi pár hónapban tényleg nagyon nem hagyott nyugodni. Szóval itt volt, itt motoszkált ez a gondolat a fejemben, hogy meg kell csinálnom. Muszáj, mert egyszerűen 0-24-ben ezen gondolkodtam, és most már kezdtem az elmúlt pár napokban, meg hetekben már így stresszesen érezni magam ezzel kapcsolatban, úgyhogy most tényleg meg fogom csinálni, és tényleg nekiállok, és nem húzom tovább, mert hogyha valamire az ember nem tud nem gondolni, és folyamat ez jár a fejedbe, akkor annak jelentése van, annak oka van, akkor azt meg kell csinálnod, és akcióba kell lépni. Úgyhogy igen, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a rövidebb videót, remélem, hogy megértitek, és szerintem innentől kezdve tényleg csak ilyen minőségi tartalmakat akarok csinálni. Nem csak kizárólag minőségit, néha egy ilyen laza kis vlogot bedobok majd, amikor éppen olyan kedvem van, de értek. Szóval, ja, köszönöm tényleg a megértést, és találkozunk valamikor. Legyen mindenkinek gyönyörű, szép napja. Puszi, sziasztok!